Gyakorlatilag az ország minden pontjáról érkeztek gyűjtők, de van néhány ukrán, szlovák, cseh, úgyhogy nemzetközi lett a találkozó, de a többség magyar, Moson Magyaróvárról kezdve Hajdú Szoboszlón át Pécsig sok településről. A billogos téglák a reneszánszukat élik, bár ritkaságokhoz nehéz hozzájutni. Előkerülni többnyire bontásokból, vagy ilyen lerakókba szoktunk gyűjtögetni, meg az útszélén, meg bárhol, mindenhol, padláson, pincében, ami jön. Nem csak simán kivetették a téglát, hanem vagy a tulajdonos, vagy a gyár, vagy a Győrbe például egy várkapitány, vagy a püspök, vagy mit tudom, aki gyártatta a téglát, az általában megjelöltette magának, vagy a monogramját tette bele, vagy van más feliraton rajta, vagy csak simán egy jel, úgyhogy évszám. Úgyhogy Karcagon is van rengeteg jelölt tégla, itt a legtöbben nyilván a KB-s téglát ismerik, a közbirtokos téglát, de itt is vannak évszámos téglák is, úgyhogy, és minden területen nyilván más. A téglagyűjtés egyfajta szenvedély is. Az ember felfordít két téglát, megnézi a harmadikat is, és akkor ott nincs megállás, állítja a gyűjtő, aki 15-20 éve maga is így kezdte. Satszolásom szerint megszámolni nem tudom, de olyan 3000 körül van nekem, de van akinek, akinek sokkal több van. Többféle. Nem van az embernek kedvenc téglája, de egyébként itt ebben a téglagyűjtő csapatban az a jó, hogy itt nem nagyon kerül pénzbe, tehát itt cserélgetünk egymással, úgyhogy igazából ilyen pénzbeli értéket nem szoktunk meghatározni, de esztétikai érték, egy-egy évszám, vagy egy kereszt, vagy egy szív, vagy mit, tehát kinek mi tetszik. A karcagi találkozó azonban egyfajta tapasztalatcsere is volt, voltak előadások is. Az előadások általában arról szólnak, hogy van egy szép színes kiadványa, évente megjelenik egy-egy kiadvány az Egyesület gondozásában, és a kiadvány úgy áll össze, hogy mindenki a saját házatájáról valami témába talál egy új téglát, vagy van egy új bontás, vagy valami, arról ír egy cikket, és akkor az előadások végül is arról szólnak, hogy aki már olyan állapotban van, hogy már összegyúrta a cikkét, az itt egy kis vetítéssel összekapcsolva a következő kiadványban megjelenő cikket, azt itt előadja, és akkor elmutogatja a képeit. Karcagon 120 emberre számítottak a szervezők. Az idő az tökéletes, itt tetszett a népnek, hogy lehet fürödni, tehát itt sok mindent lehet csinálni, úgyhogy nagyon jó volt. Jó volt az étel, most kezdünk majd főzni egy birkát, más, ha már itt vannak, egyenek valami hungarikumot is, egy karcagi ételt, úgyhogy szerintem jó, hogy jól sikerül.